az STE TTIK Informatikai Intézete 2022. augusztus 22-e és 24-e között mesterséges intelligencia nyári tábort szervezett középiskolásoknak és tanáraiknak. A tábor célja, hogy a diákok és kísérő tanáraik kézzelfogható tudásra tegyenek szert, amely segít megérteni ezt a mindenki által használt, de csak kevesek által értett területet. Igazából ez majdnem önálló kezdeményezés. Ugye a mesterséges intelligencia manapság nagyon, nagyon trendi, de nem igazán tudják a diákok, hogy mi is ez, mire van szükség. Mi azt látjuk így a mesterséges intelligencia tanszéken, hogy ez még csak egy robbanóban lévő terület, a következő 20-30 évben ez egy nagyon fontos iparág lesz, szükség van a jól képzett szakemberekre ezen a területen. És ezért született meg ez az ötlet, hogy már a középiskolásoknak is elmondjuk azt, megmutassuk azt, hogy ez miért szép, mit lehet ezzel a szakmával kezdeni, és megmutassuk azt, hogy a Szegedi Tudományi Egyetemen nagyon erős a mesterséges intelligencia képzés, és hogy válasszanak minket, amikor tanulásra kerül a sor. A résztvevők a 3 nap alatt számos érdekes előadáson vehetnek részt, ahol a kar kutatói és a területen dolgozó szakemberek közérthetően magyarázzák el, mi is az a mesterséges intelligencia. A táborunk egyik célja pont az, hogy így a filmekből, meg a médiából, ugye a nagy cégek próbálják azt sugallni, hogy a mesterséges intelligencia mennyire komoly, mennyire már tulajdonképpen megoldott terület, és hogy ezzel egy ilyen teljesen irreális képet próbálnak lefesteni. A mi célunk az, hogy megmutassuk, hogy valójában hol tart a tudomány, mire képes. És pont azt látjuk, hogy ma már a technológia jutott arra a szintre, hogy mindenki képes ezt használni, hogyha tudja, hogy mire kell használni és hogyan kell ezt felhasználni. Tehát le akarjuk hozni a szintre, és meg akarjuk mutatni, hogy nem lesz Skynet öntudatára ébredő, emberiséget kipusztító intelligencia, hanem a mindennapi feladatok, rutin feladatok kiváltásába fognak segíteni nekünk ezek a mindenféle intelligens megoldások. És erre ebben nyújtunk egy kis betekintést. A mesterséges intelligencia az informatika egy olyan szakterülete, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik. A programozóknak pedig ehhez igazodva mindig újabb és újabb megoldásokat kell alkalmazniuk. Eddig a szoftverfejlesztés során a programozónak kellett leírni azt, hogy hogyan hajtsa végre, hogyan valósítsa meg a feladatot a gép. És akkor el kellett mondani, hogy először ezt csinálod, utána ezt csinálod, utána ezt csinálod. Ha ez történik, akkor arra pontosan mit kell. Ezeket a lépéseket, szabályokat, ezeket mind az embernek valahogy meg kellett fogalmazni a gép mentén. A mesterséges intelligencia ma tulajdonképpen gépi tanulás. A gépi tanulás meg azt jelenti, hogy meg tudjuk tanítani valamilyen feladat elvégzésére a gépet, és már nem azt kell neki megmondani, hogy hogyan csinálja meg a feladatot lépésről lépésre, hanem azt kell neki megmutatni, hogy nézd meg, ez egy jó végrehajtás, ez egy jó megoldása a feladatnak. Mutatunk neki sok ilyen példát, és neki kell megtanulni azt, hogy lehet elérni azt a feladatnak, ha minél jobb megoldását. Tehát már csak azt kell neki megmutatni, hogy mi a feladat, és hogy jól csinálja a feladatát, és erre mutatni neki példákat, és nem azt kell megmutatni, hogy pontosan hogyan kell megoldani azt a feladatot. A résztvevők előadásokon és workshopokon kézzelfogható példákon keresztül ismerkedhetnek meg a mesterséges intelligencia programozásának alapjaival, valamint belekóstolhatnak az STE TTIK mesterséges intelligencia képzésébe. Vannak előadásaink, az előadásokat is úgy válogattuk össze, hogy különböző területekről hívtunk meg kollégákat, egyrészt a Szegedi Tudományegyetemről, így a mesterséges intelligencia gépi tanulásnak az alapkérdéseitől, a képfeldolgozáson át, a szövegfeldolgozáson keresztül különböző témákba adunk egy ilyen nagyon gyors betekintést. De emellett nem csak egyetemi kollégák vannak, hanem a Black Swan nevű cégtől is jönnek előadók, ők az esemény szponzorai, akik itt Szegeden egy mesterséges intelligencia irodát működtetnek. Tulajdonképpen tehát teljesen gyakorlati oldalról, egy piaci oldalról is hallhatnak itt a diákok előadást. Lesz egy különleges
előadásunk, félig kerekasztal beszélgetésünk, ahol én és egy és a cégben dolgozó kollégám fogunk mesélni a karrierutakról, amik így a mesterséges intelligencia adatbányászat témakörében lehetségesek. És emellett így a három napnak a másik fele, az meg géptermi gyakorlat, ahol ki is próbálhatják a hallgatók, tehát megmutatunk nekik nagyon egyszerű ilyen bevezető feladatokat, de ők maguk fogják gépen megcsinálni ezeket a feladatokat.